Három, kettő, egy. Gyerekfutammal indult a negyedik gátfutás Tiszabercelen. A Felső Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság negyedik alkalommal szervezte meg futóversenyét. A kicsiknek három korcsoportban 500 méteres távot kellett teljesíteniük az aszfaltozott töltéskoronán. Közülük volt, aki már visszatérő versenyzőként harmadjára állt rajthoz. Tavaly előtt is megnyertem, tavaly is, és úgy tetszik ez a verseny. A verseny néhány évvel korábban gátőrfutás néven indult az ország 11 vízügyi igazgatóságának a területén. A megmérettetést korábban márciusban rendezték meg, a vízvilágnapjához kötve. Azóta a rendező igazgatóságok száma, a dátum és a név is változott, hiszen szinte már csak a Felső Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság rendezi meg áprilisban a versenyt gátfutás néven. Ennek az a lényege, hogy hívjuk fel a figyelmet a természetes vizekkel való foglalkozásra, azoknak a szakembereknek a munkájára, akik itt nap mint nap a gáton, a folyók mellett tevékenykednek, és úgy gondolom, hogy ha ez sikeres lesz, akkor az idejövő fiatalság lehet majd a jövő vízügyes szakembere is. Az idei versenyen az 50 gyerek nevező mellett közel 120 felnőtt is rajthoz állt. 3,2 kilométert, 7,2 kilométert és 10 kilométert jelöltek ki a szervezők. A versenyzők között többen is voltak, akik a vízügyi igazgatóságtól érkeztek. Én rendszeresen futok, és ezen a versenyben is negyedik alkalommal veszek részt, és nagyon szeretjük, mert itt a természetben futhatunk, és nem egy mesterséges épített környezetben. Felhívhatjuk a figyelmet, hogy milyen fontos a természetünk védelme, és a munkánkra is ezzel felhívjuk a figyelmet. A legtöbben nem először vesznek részt a gátfutáson. Ők nem csupán a megmérettetés miatt térnek vissza. Nekem azért más, mert a két gyerekemet is elhoztam, ők nagyon élvezik a futást, alapból az, hogy versenyezik el, és elsők szeretnek általában lenni. Valamint én is vízügyi igazgatóság dolgozója vagyok, és támogatom azzal a rendezvényt, meg a kollégák is, akik részt vesznek ebben, jó így látni így együtt a közösséget. Az első 100 nevező ajándékban is részesült az egyik neves hazai sportáruháznak köszönhetően, aki nem csupán támogatóként volt jelen, hanem a nyíregyházi áruház igazgatója versenyzőként is rajthoz állt. Szerencsére már harmadik éve tudunk itt lenni ezen a futáson. Nyilván rengeteg sportrendezvényen ott vagyunk, viszont ez valóban más egy kicsit, hiszen szeretnénk eljuttatni az emberekhez magát a futást, a futásnak az örömét, és hát természetesen a természet, ugye a víz, a természetnek a védelme megint egy fontos dolog, erre szeretnénk felhívni a figyelmet. A negyedik gátfutás versenyzőit nem csak a futás várta, hanem az 1896-ban épült Tiszabercelei műemlék szivattyú telep épületét is megtekinthették.